A Yeti bosszúja. A Himalája 1972, magasság 5700 méter. Tashi! Raksa! Raksa? Azt jelenti gonosz. Jackson! Mindegy. Most elkaplak, te undorító szörnyetek. Parancsol még valamit, uram? Mester, van egy perce? Igen, mondd csak, mi az? Az jutott eszembe, hogy ugye ott van Singer, aki lesérült, és nem tudom, eldöntötte, hogy... Nyögd már ki végre, csak 5 óra múlva szállunk le. Tudja, ki tesz a helyére a kezdő csapatban? Ő ide mellé. Rendben. Csak nem minden idők legcsinosabb sportmenedzsere Sarah Wells van itt. Nem csak én gondolom így, nézd, itt van. Dana Leet is lekörözöd. Mi? Itt ez áll. George Washington után ő Virginia legnagyobb büszkesége. Peyton Elway, a tökéletes játékos. Olyan. Pályán belül és kívül is. Ne csináld már, mondj valami szépet. Na, szia. Várj, hova mész?
Légy egy kicsit kedvesebb hozzá. Bocsi, azt hiszem, elakadtam az olvasásban. A döbbenet miatt annál a bizonyos George Washingtonos mondatnál. Washington? Mit tudott, amit én nem? Elég sokat tett le az asztalra. Nincs bennetek semmi közös. Ezt megjegyzem. Nagyon jó játékos vagy, de nem tehetlek a kezdőcsapatba. De miért nem tehet? Mert mindenki azt gondolná, hogy azért teszem, mert apád fizette ki az új pályát. Nem akarom, hogy így legyen, és ezt te sem akarhatod. Chops! Hé, Chops! Chops! Mi van, Revin? Éhen halok. Van nálad kaja? Miért gondolod, hogy pont nálam van valami elspájzolva? Hát, úgy gondoltam, hogy tudod, itt repülünk a Himalája fölött, és mi van, ha lezuhanunk, akkor mit teszünk? Ha lezuhanunk, téged eszlek meg, haver. Gyere, ülj ide egy kicsit. Na, mi lesz? Ne akarj lefárasztani. Még nem is mondtam semmit. Ami késik, nem múlik. Na, megkérdezhetem? Ezúttal más lesz a válaszod? Nem. Úgy értem, nem kérdezhetem meg, vagy nem lesz más a válasz? Teljesen mindegy, hogy értem. Szörnyű vagy. Nézd, fiam, ne gondold, hogy nem tartalak ígéretes tehetségnek. Csak szeretném, hogy edz keményen. Hogy legyél kicsit lelkesebb. Ha mindezek megvannak, akkor majd beteszlek a kezdőcsapatba. Rendben. Közmester. Jól van. Szóval, bírod? Igen. Bár olyan, mintha egy hete ezen a gépen ülnék, de azért... Aj, ne is mondd. Még mindig marha messze vagyunk Japántól. Ne nézd csak ezt a kilátást. Na igen, de ez sem tereli el a gondolataimat a meccsről. Ez lesz az első alkalom, hogy Japánban játszunk. Sokan kíváncsiak rád. Igen. Te is? Hihetetlen vagy. Képzeld, ugyanez áll ebben a magazinban is. Jól van. Figyelj, lányok tucatjai hevernek a lábad előtt. Szóval, miért én? Más vagy, mint ők. Dennis, siess már, tudom, hogy te vagy bent. Várj egy percet! Te is érezted ezt? Biztos csak a vihar. Nem nagy ügy. Lehet. Na hát. Mi az? A pályán te vagy a rettenthetetlen hős. De egy kis vihartól is megijedsz. Mi? Dehogy? Én nem ijedtem meg, csak... Persze. Én csak azt mondom, hogy... Találkozunk a földön, kemény fiú. Dennis, mondd, mióta vagy bent? Mi a bajod? Majdnem kész. Undorító vagy. Jól van, akkor menj vissza. Hé, mondtam már, hogy várj még egy kicsit, Ashley! Hey! Hölgyeim és uraim, az út során előforduló kisebb turbulencia miatt kérjük, maradjanak a helyükön és kapcsolják be a biztonsági öveket. Kisebb köszönjük. Turbulencia? Persze. Most.
Kapcsolja be az övét. Ön is kapcsolja be. Maradj a levőben. Vegyék fel az oxigénmaszkot. Kérem, maradjanak őbe. Csak üljenek tovább. Mindenki maradjon a helyén! Nyugodjanak meg! Ez csak egy kis! Vagy? Sara! Sara, itt vagy? Jövök már. Itt vagyok. Oké, itt vagyok. Állj csak! Jól vagy, Ashley? Jól van, nincs semmi. Jól van, jól van. Ó, a fejem. Gyere csak. Jé, jól vagy? Jól van. Jól vagy? Nézd rá. Gyerünk innen. Minden rendben? Igen. Menj ki és menj olyan messzire a géptől, amilyen messzire csak tudsz. Ide, gyere, gyere már ide! Jól vagy? Chops, hey! Minden rendben. Jól van. Chops meghalt. Menj ki, menj. Chops menj minél meghalt. Távolabb. Meghalt. Gyere innen! Gyere, mennünk kell. Jól van. Gyere. Jól van. Mi lesz? Mozogj már! Jól van. Wow! Hú! Ez kalandos volt! Hú! Mi a fene történt? Szerinted hármat találhatsz. Mi? Repülőgép szerencsétlenség? Lezuhantunk és te túlélted? Ez valami vicc? Figyelj! Tedd magad hasznossá! Nézd meg a pilótákat! Kira! Kira! Hallasz engem? Hé! Hey. Mi? Jól vagy? A bátyám. Mi van vele? Figyelj, megkeressük. Rendben? Na gyere. Mester! Itt van? Kitartás. Kiszedem innen. Jól, várjon csak. Maradjon itt, kitalálok valamit. Segíts a többieknek! De mester, nem hagyhatom itt csak úgy! Tedd, amit mondtam, nézd meg őket! Jól van. Tartson ki, rendben. Visszajövök.
Itt szörnyen hideg van. Csodálkozol? Ez itt a Himalája. Menj vissza a gépbe. Eszemben sincs visszamenni a sok hulla közé. Van, aki életben van. Mi? Az edző. De a roncsok közé szorult. Ki tudjuk húzni? Nem. Most miért kezdünk? Mármint az edzővel? Ezzel az egész helyzettel, hogy épp most készülünk halára fagyni a Himalájában. Mostanra már tuti észrevették, hogy eltűntünk. Csak annyit tehetünk, hogy itt maradunk és várunk. Egy fenét. Csak üljünk itt és nézzük, ahogy mindenki szépen megfagy. A vihar miatt nem is tudják, hol zuhantunk le. Nem fognak megtalálni. Akkor mit javasolsz? Talán kirándulnunk kellene? Lehet, hogy van itt a közelben valami falu. Igen. Meg kell próbálnunk, különben biztos, hogy mind meghalunk. Nem. Azt nem tehetjük. Rice és az edző nem tudnak menni. Nem hagyjuk itt őket. Igen, de... Figyelj, még túl korai ezen agyalni. Egyelőre várjunk. Megnézem a pilótafülkét. Kira, gyere velem. Jó van. Megvagy? Igen. Hé. Meghalt. Te jó ég. Ez szörnyen néz ki. Lélegzik. Szerinted mit csináljunk? Fogalmam sincs. Edző vagyok. Ficamnál komolyabb sérülést nem láttam. Muszáj beszélnünk vele. Úgyhogy... Nem biztos, hogy ez a legjobb módja ennek. Ha van jobb ötleted, akkor mondjad. Hé! Jól van. Nyugalom. Hogy van? Nem túl jól. Tudunk segélykérőjelet adni? Nem. Az utolsó, amire emlékszem, hogy földnek ütköztünk. És hol van a fekete doboz? Abban nincs jelzőfény. De a gép hátsó részén van. Jó. Hé, térjen magához. Nincs valami rádió, amivel vészjelzést tudunk leadni? Van egy adóvevő. És hol van? A gép farkában. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Nekünk annyi. A helyzet a következő. A gép hátuljában kell, hogy legyen egy rádió. Ami úgy 10 kilométerre lehet innen. Igen. Remek. De miért tartják a tartalékrádiót a gép hátuljában? Miért tartanák ott, ahol az eredetit? Úgy tutira egyszerre menne tönkre mindkettő. Mindegy. Kell két ember, aki elmegy és megkeresi a rádiót. Majd én. Jól van. Figyeljetek, ha vannak is túlélők a közelben, az éjjelt nem élik túl. Én is megyek. Inkább elindulok, mint hogy itt dekkoljak. És mi mihez kezdünk itt? Lehet, hogy egy darabig itt leszünk. Úgyhogy valamiféle táborhelyet kell kialakítanunk a megmaradt roncsokból. Ki kell hoznunk a holttesteket ide a hóra. Ó, mindjárt hányok. Átnézzünk mindent, hogy van-e használható dolog a bőröndökben. Világos? Kabátok, takarók, ennivaló, gyufa, öngyújtó, bármi. Én csinálom. Jól van. A legfontosabb, hogy tüzet rakjunk. Nézd végig az összes zsebet. Rendben. Találtunk nektek két zseblámpát. Kösz. Csak akkor maradjatok ott, ha találtok valami menedéket. Máskülönben halálra fagytok. Most is épp megfagyok. Ne aggódj. Meg lesz a rádió.
Sok szerencsét. Gyerünk. Nepál. Nos, ezt most kaptuk a légiközlekedés irányítástól. Az utasszállító Tibet és Nepál határán tűnt el a radarról. Valahol itt. Vagyis a túlélőket itt kell keresni. Ezen a területen. Mi van a jelzőfénnyel? Valószínű, hogy a vihar miatt semmi hasznát nem veszik. Csak annyit tudunk, hogy valahol itt lehetnek. Nem indulhatunk útnak helyi vezető nélkül. Lehet, hogy hetekbe telne megtalálni őket. Annyi időnk nincs. Ha vannak is túlélők, csak néhány napig bírják. Helyőrség jelentkez. Mikor várható az indulás? A helikopter eddig vihet el minket. Aztán gyalogolunk. Igen. Ashley, találtál valamit, amivel tüzet tudunk rakni? Van itt egy doboz cigi, de öngyújtót nem látok. Bingo! Ez az. Erre van szükségünk. Már itt elpazarolod mindent. Menni fog. Csak adj még egy percet. Ez minden? Ennyit találtál? Igen, ez minden. Három csoki és némi pia. Add körbe az italt, az legalább melegít. Nem kéne. Másra is használhatjuk. És mire? Tüzet csinálni, okoska. Az alkohol gyúlékony. Lelocsoljuk vele az ágakat, és tovább égnek. Szóval akkor nem ihatok. Gyújtsd már meg a tüzet. Figyelj oda, haver, 12 gyufánk maradt. Ha olyan sokáig maradunk itt, hogy még 12 tüzet kell gyújtanunk, na akkor bajban leszünk. Sikerült! Gyerünk, mi lesz a csokival? Okosan kell szétosztanunk, csak három van belőle. Ne feledkezzünk el Andrewról és Garciáról. Már három órája elmentek. Remélem, jól vannak. Hé, már nem segíthetünk rajta. Meg kell találnunk a rádiót. Gyere! Haver, azt hiszem megvan. Biztos? Halló? Halló? Van ott valaki? Halló? Halló? Valaki? Van ott valaki? Egyelőre kapcsolt ki! Találnunk kell egy menedéket! Itt sehova sem húzódhatunk be! Akkor menjünk.
Nézd! Vannak túlélők. Minden tiszta vér. Talán ott vannak. Menjünk oda mi is. Miért mentek be annyira? Hol lehetnek? Talán csak szétnéznek, vagy ilyesmi, nem tudom. Lehet, hogy be se jöttek ide. Ahogyan már. Gyerünk. Lehet, hogy valaki más hozta ide őket. Nincs itt más, érted? Nincs. A francba! Én tudtam, hát nem megmondtam! Lehet, hogy egy medve volt, vagy ilyesmi. Olyasmi. Ott egy nyíladék! Gyerünk! Csíts! Gyerünk! Segíts, beszorultam! Ébren? Hogy érzi magát? Jó, rendbe jövök. Igen, biztosan. Úgy értem, holnapra ide ér a segítség, és minden rendben lesz. Igen, csak várnunk kell, és minden rendben lesz. Igen, nem sokára minden a régi lesz. Te vagy a csapatkapitány. Oda kell figyelned a többiekre, neked kell vigyáznod rájuk. Rendben? Igen, rendben. Megígéred? Megígérem. Mester? Mester? Ne... Úristen! Mi az? Valami elráncigálta az egyik holttestet. Hogy mi? Baromság! De ha mondom, az előbb valami elvitt egy hullát. Hiányzik az egyik. Jól van, nyugodj meg, ideben biztonságban vagyunk. De hát nem érted, az előbb... Sarah! Mindnyájan fáradtak, éhesek és zaklatottak vagyunk. Próbáljunk meg aludni. Menni fog.
csúcsok közelében meg fog szakadni az összeköttetés. Minden nap jelentkezzetek akkor is, ha nem hallotok minket. Rendben vettem. Lehet, hogy nem sokára minket kell majd keresni? Ha. Kizárt. Még mindig nem hiszitek el nekem, hogy valami tegnap elvitte az egyik hullát? Utoljára mondom, senki nem vitte el semmit. De láttam. És melyik volt az? Honnan tudjam? Amelyik a végén volt. És miért nincs ennek nyomok? A havazás miatt. Ez baromság, nincs itt semmi. Elég legyen! Senkinek nem hiányzik, hogy veszekedjetek. Rice, te tanultál állattan, nem? Igen, így van. Hát akkor szerinted... lehet errefelé valamilyen állat? Persze, lehet. Medve. Leopárd jut, ha lerágcsálók. Medve? Leopárd? Ashley, tekintve, hogy itt van ez a sok egészséges sportember, azt kell, hogy mondjam, hogy teljes biztonságban vagy. Nézd, nem kell aggódni. A medvék ilyenkor alszanak, a leopárdoknak meg túl magasan vagyunk. Talán egy medve volt az, amit Sarah látott. Senki nem ászkáljon egyedül. Rendben van? Jó. Nektek nem tűnt fel, hogy Garcia és Andrew még mindig nem jöttek vissza? És ezzel mondani is akarsz valamit, vagy csak halára untatsz minket a szöveggeddel még mielőtt megfagyunk? Arra célzok, édesem, hogy végre csinálnunk kellene valamit. Induljunk el! Ne várjunk olyan segítséget, ami talán soha nem ér ide. Ezt már megbeszéltük. Nem megyünk sehova. Emlékeztetlek valamire, Elvé. Iszonyú messze vagyunk a legközelebbi sportpályától. Itt most nem te vagy a kapitány. Ha jól tudom, senki nem nevezett ki vezetőnek. Őt viszont kiszavazhatnánk. Igazad van, Revin. Így van. De megbíznak bennem. Tudod, benned is megbíznának, ha nem lennél olyan önző, hogy csak magaddal törődsz. A feszültség. Érezhető. Valami. Ha szereted a csomagoló papírt. Peyton, nézd! Gyakrabban kéne kutakodnunk. Nem is igaz, hogy itt találtuk meg. Kira, kérdezd meg a pilótát, hogy van-e még ilyen? Meghalt. Nemrég. Jól van. Hogy kell ezeket használni? Két jelzőfegyver van. Az egyiket használjuk most. A másikat később. Várjunk egy kicsit. Itt csak elpazarolnánk. Különben is talán éjjel jobban látni őket. De lehet, hogy épp most keresnek minket. Nem hinném, hogy éjjel tennék. Mellesleg még mindig ott a roncs, amit felgyújthatunk, ha már nincs más. Azt biztos észrevenni. Elégetni a roncsot? Az egyetlen helyet, ami megmenthet minket attól, hogy megfagyjunk. Ezt még te sem gondolhatod komolyan. Ilyen nagy baromságot még életemben nem hallottam. Fogd be, haver! Ki a fene kérdezett? Nem, te fogd be! Fiúk! Muszáj mindenem vitázni. Senki nem gyújt fel semmit. Pláne a roncsot nem. A jelzőfegyvert pedig.
Hagyjuk meg végszükség esetére. Na és nálad mit jelent az, hogy végszükség? Mert én már a mostani helyzetünket is inkább tragikusnak mondanám. Hé, nyugi. Nyugi. Hogy állunk a kajába, Sarah? Már csak egy csokoládénk van. Király, megehetem most a részemet, vagy várjak még vele? Revin, befognád végre? Elegünk van a nyafogásodból. Hidd el, nem csak te éhezel itt. Tisztában vagyok vele. De ha itt ülünk továbbra is, akkor napról napra csak gyengébbek leszünk. Rég el kellett volna indulni. Akkor miért nem mész? Senki nem tart vissza. Tudod, szívem, nem sok kedvem van egyedül kirándulgatni a Himalájában. Figyelj, mindannyian kikészültünk. Halálra fagyunk. Éhezünk. Aki elindult innen, az nem jött vissza. Sarah látott valami szörnyet. Bocs. Tudjátok mit? Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy talán nem jön segítség. És lehet, hogy akkor már késő lesz. Ez még nem biztos. Valószínűleg már elindultak értünk, vagyis nem lenne célszerű, ha elmennénk innen. Adjunk esélyt, hogy megtaláljanak, ne adjuk fel. Én csak azt mondom, lehet, hogy addig nem bírjuk ki. Ha csak mi? Pont nekem kell kimondanom azt, amit mindenki gondol. Van itt élelem. Akár beismeritek, akár nem. Szó sem lehet róla, ezt felejtsd el! Azért ott még nem tartunk. Egyáltalán nem. Csak várj egy napot. Én nem mintha díjaznám az ötletet. De gondoljatok bele, eddig napi 5000 kalóriát ettünk meg. És mivel sportolók vagyunk, ez csak megnehezíti a dolgunkat. Nem hiszem el, hogy még mindig ez a téma. Nem az. Rice, lehetnek itt rágcsálók, nem? Igen. Mormota. Olyasmi, mint a mókus, csak kicsit nagyobb. Jó. Tehát, ha rágcsálókat keresünk, akkor feltételezem az erdős részre kell mennünk, igaz? Csak ilyenkor általában téli álmot alszanak. De igen, ott kéne szétnézni. Jól van. Akkor kérlek, bízzatok bennem. Amiről eddig beszéltünk, csak a végső esetben jöhet szóba. Bízzunk benne, hogy a mentők megtalálnak minket. Várjunk még egy-két napot. Úgy van. Akkor elmegyek vadászni. Yeah.
Jól van. Ez itt egy hagyományos csapda. Vagy olyasmi. Íme a csoki. Itt a bőrönd. Kötél és bot. Ennyi? Talán nem jó. Hát... Te mit hoztál? Mutasd. Egy rúd dárdává alakítva. Lenyűgöző. A roncsok között találtam, aztán egy sziklán. Élesre faragtam a végét. Nem nagy meló. Tényleg? 10 dolcsit rá, hogy előbb elkapom. 10 dollár? Igen. Hát azzal itt nem sokat érek. Ez nem egy börtön. A nyertesé a vesztes takarója. Legyen. Milyen magasan vagyunk? 4000 méteren. Közel lehetünk. Ahogy mondod. Nézd meg. Szép munka, Fury. Tüzet látok, tehát vannak túlélők. Mennyi még? 2 nap? Talán 3. Megvannak. Ne várassuk meg őket. Gondolod, hogy menni fog? Hát, kétlem. Akkor miért csináljuk? Így legalább távol vagyunk a többiektől. Egy újabb trükk, hogy kettesben legyünk? Tudhattam volna. Ha hiszed, ha nem, nem ez volt a célom. De örülök, hogy így alakult. Figyelj, elég rossz a helyzet. Lehet, hogy soha nem jutunk haza. Tudnod kell... Igen? Nem mozdulj. Mi van? Ssss. Nézd. Ez nem lehet igaz. Gyerünk, haver. Ez nem lehet igaz. Tudja a dolgát. Gyerünk. Megvagy. Futás. Ne hagyd, hogy visszafusson a lyukhoz. Hát ez... Mi van? Azt hiszed, csak te tudsz futni? Gerelyhajító voltam. Mellesleg. Jó próbálkozás volt. És közd a takarót. Hát elég gusztustalan. Itt ülünk és várjuk, hogy megkapjuk a fejadagunkat. Mint valami kerti sütögetés. Na, vajon ki a legtorkosabb? Hm? Hát ő, eszel? Mindjárt hányok. Ha nem kéred a részed, én megeszem. Fogd már be! Fogd be te! Jól van, srácok, azt hiszem, készen van. Mivel vágjuk fel? Igaz, az evőeszköz otthon maradt. Nos, még szerencse, hogy van egy csomó törött üvegünk. Tehát 7 vagyunk, így mindenki megfelez valakivel egy lábat. Senki ne legyen irigy, hozzátok el. Íme a zsákmány, kedves vadász. Köszönöm. Add tovább. Kösz. Jó lett? Szerintem igen. Akkor jó. Tessék. Shepard! Shepard! John! John! Kejfel! Shepard! Ébredj! Mi történt? Attól félek, baj van. Nézd, milyen nagyok. Láttál már ehhez hasonlót? Nem, és talán más sem.
A medvék ilyenkor nem alszanak téli álmot? Ez nem medvenyom. Mi más lehetne? Inkább olyan, mint a majomféléké, mint a medvéjé. Majom? Talán egy ilyet imászkál erre? Ilyet nem mondtam. Pedig azt hittem, erre gondolsz. Bármi legyen is ez, a roncs felé vette az irányt. Rice. Nem ülhetünk itt a halálunkat várva. Van más ötleted? Most már elég ebből. Amíg arról volt szó, hogy ne hagyjunk itt senkit, elfogadtam, hogy maradnunk kell. De akik miatt eddig maradtunk, már halottak. Ha nem húzunk el innen, ez a roncs lesz a koporsunk. Figyelj, haver, szükségem van a támogatásodra. Máskülönben itt rohadunk meg. Értem, amit mondasz. De hogy akarhatod, hogy lemásszam egy hegyről, amikor a szememet is alig tudom nyitva tartani? Értem. De ha a következő vadászatról üres kézzel jönnek vissza, akkor komolyan döntenünk kell. Számíthatok rád? Igen. Jó. Köszönöm. Sikerült? Nem. Jól van. Azt tettük, amit mondtál. Most már elég. Hé! Hey. Revin! Revin! Mi a fenét csinálsz? Hozzá beszélek! Ne próbálj megállítani. Megteszem, amihez neked nem volt bátorságod. Ne! Ő a testvérem! Mindenki valakinek a testvére. Sárj le róla! Fiúk, elég! Elég, hagyjátok abba! Szállj le róla! Kelj fel! Na mi lesz? Kelj fel! Peyton, szállj le róla! Peyton, szállj le róla! Elég! Elég volt! Elég legyen, elég! Elég! Elég volt! Ez nem játék! Ezt pont te mondod! Ha enni akarok, nem állíthat! Ó, igen, akkor gyere, lássuk, gyere! Elég legyen! Hagyjál! Akkor most szépen indulj, és vadász magadnak. Talán nem érdekel, amit gondolok, de nem csak én vagyok ezen a véleményen. Igaz ez, Rice? Te is ezt akarod? Nem akarom, de vagy megtesszük, vagy mind meghalunk. Sarah? Nem tudom, Peyton. Nem tudom. Tudod, én veled értek egyet. Mondok valamit, fiúk. Senki ne menjen a bátyám közelébe, Revin, ha megteszed. Kinyírlak. És te nem? Mi az? Mi van? Még egy hulla hiányzik. Ó, miről beszélsz? Aki ott volt a végén, ő hol van? Ó, igen, persze. Én ettem meg. Nem biztos. Lehet, hogy csak elrejtetted előlünk. Ez nevetséges. Igazán? Hé, fiúk! Foglalkozzunk azzal, ami igazán fontos, jó? Tegyük fel, hogy Revin nem ettem meg. Nem ettem meg azt a szerencsétlen! Jó, akkor valami csak úgy elvitte! Mondtam, hogy az első éjszak, amikor itt aludtunk, valaki vagy valami más is volt itt rajtunk kívül. Muszáj a valami szót használni, tisztára megőrültél. Akkor mivel magyarázod? Van itt valahol egy medve, aki elvitt pár hullát. Nagy ügy!
És ez azt jelenti, hogy hamarosan elfogy az, amit megehetnénk. Figyeljetek! Ha ennénk belőlük, egész életünkben ezzel a tudattal kellene élnünk. De azt hiszem, nincs választásunk. Meg kell tennünk. Szóval, úgy tűnik, nekünk kell megoldást találnunk. Ha holnapig nem jönnek értünk, akkor talán... Ó, te jó ég! Szegény szerencsétlen. Nem volt egyedül. Honnan tudod? Két bal láb. Sepp, mi folyik itt? Fogalmam sincs. De úgy érzem, hamarosan megtudjuk. Ez az utolsó előtti gyufánk. Csak ki ne aludjon a tűz. Add ide az üveget. Élni akarok. Akárcsak ti ne szégyeljétek. Ne nézzétek. Nem kell tudnotok, melyik része lesz. Nem bántom a bátyádat. Ígérem. Bocsáss meg. Hogy sütjük meg? Én tudom. Mi ez? A roncsoknál találtam. Csak tedd rá a húst, és ragd a tűzre, mint egy serpenyőt. Sajnálom. Nem megy. Nem igaz? A rohadt életbe! Mi van? Elégeti őket! Mi? Elégeti a holtesteket!
Tudod te egyáltalán mit csinálsz? Igen. Azt, amit kell. Mi? Milyen francról beszélsz? Lehet, hogy téged nem érdekel, hogyha itt rohadunk meg, de semmi jogod nincs hozzá. Nem a túlélésről van szó. Mi? Ha eszünk belőlük, semmivel sem vagyunk jobbak annál a valaminél, ami idejön és elhurcolja, majd megeszi őket. Szerinted mi az, Rice? Arra valamire gondolsz, ami elviszi a hullákat és nem medve? Igen, arra. Fogalmam sincs. Talán valami hatalmas majomféle lehet. Vagy ilyesmi. Dehogy. Egy majom. A Himalájában. Lehetséges. Ugyan már. Figyeljetek, egész Ázsiában találni olyan leleteket, amik arra utalnak, hogy létezett egy majomfaj, amelynek egy példánya a 6 métert és a 2 tonnát is elérte. Hülyéskedsz? Komolyan beszélek. Elég ronda alakok lehettek. És most azt mondod, hogy ezeknek a nagy majmoknak a leszármazottjai itt vannak körülöttünk? Nem. Ezt te mondod. Én azt mondom, lehetséges. Végül is tök mindegy, nem? Van itt valami, ami vadászik ránk, és kész. Mit csináljunk? Egy lehetőségünk maradt. Amint fel kell a nap, elhúzunk erről az istenverte helyről. Ja, Istenem. Mi van? Itt van. Mi van itt? Tudod. Biztos vagy benne? Jól van, hiszek neked. Tőlem lehet medve, vagy bármi. Most azonnal oda megyek és lepuffadtam. A jelzőfegyverrel? Van itt igaz is? Ah, ez nem igaz. Várj, ne lőj, amíg nem tudod, hogy mi az. Lehet a mentőcsapat is. Gondolod, hogy még nem szóltak volna, ha itt vannak? Kockáztatni akarsz? Fogd már be végre! Óvatos légy! Oh. Megvan a rohadék! Te jó ég! Arcon lőtted! Mindkét lába eltört. Ez meg itt Andrew karja, amit Sheennek használt. Ezt nézzétek. Legalább ezt megszerezte. Te szemét, mit mondtam neked? Nyugi, bajnak. Ne bonyolítsd a helyzetet. El tudod képzelni, mind mehetett keresztül? 5 napja volt úton, 2 törött lábbal, erre te még arccal is lövöd! Nézd, nem ártana most a problémára koncentrálni. Gondolkodtál azon, hogy vajon miért szakadt le Andrew karja? Hol van a többi testrésze? Sarának igaza volt. Van itt valami. És az biztos, hogy nem medve. Rossz hír. A rádió nem működik. Lehet, hogy 6 napja még jó volt, de már megfagyott. Ez a közelből jött. Itt van az óriás majmotok.
És azt teszi, amit jósoltam. Nem talál kaját odakint, úgyhogy mindjárt ide jön. Kusz legyen! Maradjatok csöndben. Akkor lehet, hogy elmegy. Mindenki védje magát! Jól van, rendben. Én most kimegyek. Az ajtó ki fog szakadni a helyéről. Gyerünk! Barátainknak vendége van. Mozdulj már, Dennis! Gyere, menjünk! Kira, van valami gyúlékony az elsősegély csomagban? Jó, add csak ide. Van egy ötletem. Ti... tereljétek el a figyelmét. Jól van, Revin, készítsd a fegyvert. Igen, itt. Mehet? Akkor rajta! Srácok, vigyázzatok! Most, Revin! Túl gyors! Lőj! Gyerünk, Revin! Ez az! Sarah! Segíts! Sarah! 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 Engedjetek! Most nem mehetünk utána! Meg kell mentenünk! Visszahozzuk őt, ígérem! Visszahozzuk őt. Addig nem nyugszom. Mi az? Mi van? Figyelj, haver. Nézd, én át kell gondolnunk, kockáztatjuk a saját életünket valakiért, aki már akkor lehet, hogy... Akkor is meg akarom találni. De még ha él is, mit tehetnénk? Hé, két órája még te is azt mondtad, hogy utána megyünk. Igen, tudom, haver. Csak... Csak mi? De egy bizonyos ponton tudnunk kell megadni magunkat. Nem kockáztathatod az életünket miatta. El kell indulnunk. Most. Ha ti menni akartok rajta, nem akadályozom meg. De én megkeresem. Srácok, vendégeink vannak. Itt vannak. Nem igaz. Megmenekültünk. Kik vagytok? Shepard vagyok. Ő Fury.
Értetek, jöttünk. Hogyan? Helikopterrel a zsebetekben? Há, nem, a helikopternek ez túl magasan van, de elviszünk titeket a menedékházba, nincs olyan messze. Hála Istennek, már elvesztettük a reményt. Egy pillanat. Örülünk, hogy eljöttek értünk, de... De az egyik barátunk eltűnt. Elrabolta egy Yeti. Tudom, baromságnak tűnik, de... Nem, láttuk messziről, ahogy küzdöttek vele. Álljon meg a menet. Csak a maga nevében beszél. Fáradtak vagyunk. Átfagytunk, megtámadtak. És ha azt hiszed, hogy a Yeti után megyünk megmenteni a barátnődet, akkor nagyon tévedsz. Pofa be! Nyugi! Mondok neked valamit. Segítek megmenteni. Én is. Nem hagyhatjuk ott, lehet, hogy él. Mi a véleményed? Az a dolgunk, hogy emberéleteket mentsünk. Ha a barátjuk után akarnak menni, velük kell tartanunk. Mi? Menjen a fenébe! Vigyen a menedékházba! Jó, rendben. Itt megvársz minket, és ha visszajöttünk, mutatom az utat, rendben? Kell néhány fegyver. Vannak csákányaim, és 2 9 mm-esem. Igazad volt. Már nem számít. Ha vártunk volna néhány órát. Készen álltok? Nézzétek, ott. Lábnyomok. Ott nem messzire van egy barlang. És mi a terv? Bemegyünk, hogy jól lakjon? Igen, és te leszel a csali, úgyhogy ne maradj le. Egyszerűen csak bemegyünk és megöljük. Ennyi? Csak futunk majd. Így kicsalogatjuk. Ásunk egy árkot a barlang bejáratához. Beleállítjuk a botokat szép sorban. Az egész csapdát befedjük a sátorral. Csak ki kell csalogatnunk. Azzal nem lesz gond. Ha nem is tudjuk megölni, legalább távol tartjuk. Ássuk meg azt a vermet, de csöndesen. Jó lesz. Rendben. Majd mi letakarjuk a sátorral, ti pedig menjetek be. Jó van.
Még nem hallottál a Yetiről? Csak az ismeretterjesztő csatornákon láttam. Úgy értem, látott itt valaki olyat? Néhányszor igen, de még senki nem vette komolyan. Tényleg? Pedig nem ártana. Na ne mondd. Jelzek. Fussatok! Rendben. Ha bejárathoz érsz, ugorj, amikor átbírsz. Miért? Bízz bennem. Jól van. Futás! Gyerünk! Gyerünk! Siessetek! Nagy út áll előttünk, és nem sokára lemegy a nap. Jobb, ha indulunk. Köszönöm. Te is itt tettél volna. Viccelsz? Láttad azokat a lényeket? Na gyerünk, menjünk jó. Innen. Menjünk. Már semmi nem lesz olyan, mint az előtt. Nem. És a mi kapcsolatunk? Remélem az sem. Jól van. Még úgy 4 órányi út áll előttünk. Ma már nem érdemes tovább mennünk. Letáborozunk.
Tartsunk már pihenőt. Nem kéne. Már csak 2 kilométert kell megtennünk. Ne csináld már. Pisülnem kell. 1 perc az egész. Jól van, akkor pihenjünk egy kicsit. Kösz. Ez nem lehet igaz. Fussatok! Fussatok! Futás! Futás, gyerünk! Ez egyáltalán nem vicces, Remi! Hey, állj meg, állj meg, állj meg! Te csoki tettél? Te szemét állat! Te szemét hazug disznó! Jó Istenem! Srácok! Miért nem támad? Szórakozik velünk. Ez már nem az élelemszerzésről vagy területbirtoklásról szól. Bosszút akar állni! Mozgás! Arra! Gyerünk! Futás! Futás! Mozogjatok! Fury, már nem lehetünk messze, szólj be nekik rádió! Próbálom, Shepard! Tűnjünk innen! Mozgás! Siessünk! Gyorsabban! Átkozott szörnyetek! Vigyázz, Shepard! Segítek! Gyere! Fogod? Igen! Peyton! Fut!
Futás, gyerünk! Gyorsan, gyerünk! Te jó Isten! Te jó Isten! Nincs tovább! Hé, srácok! Látom a helikoptert! Nincs messze! Hé! Segítség! Hé! Hé, segítség! Hé! Most már aztán elég csomagka. Betelt a pohár. Péter! Nem, Péter! Istenem! Sarah! Segíts, Sarah! Tényleg kitartó vagy. Nem is tudod mennyire. Srácok! Hey! Hey, idiót! Itt vannak! Hey! Élek. Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el.